Ma ezt a ballagás és minket fogom nektek elkészíteni, amit az egyik nézőm kért. Az első lépés a szemhéj lealapozása. Hogyha az alapozással készen vagyunk, akkor jöhetnek a színek, amit én az Avonnak a 8001-ben palettájával fogok csinálni. A legelső ez a fehér szín lesz a szemzugba. A mozgó szemhéjre egy rózsaszínesen csillogó bézs árnyalat kerül. Ezt a sötétbarna színt a mélyítő vonalba fogjuk felvinni. A széleit pedig elsatírozzuk. Ugyanebből a színből az alsó szempillák tövéhez is teszek. Hogy csillogósabbnak tűnjön a smink, ebből a fehér színből ide fogunk tenni. A szemhéjpuderekkel készen is vagyunk, most következik egy vékony tusvonal. Ezekhez a színekhez egy vékony tusvonal áll jól. Az alsó szempillák tövéhez is lemegyek, de csak a szemem feléig. Hogy ne tűnjön befejezetlennek a szemem alsó része, ezért egy kis fehérrel kiegészítem. A fehérrel belemegyek a feketébe is, hogy jobban egybefolyjon. A következő lépésünk az alsó vízvonal kihúzása lesz, amit fekete szemceruzával végezzünk. A szemen az utolsó lépésünk a spirálozás lesz, amit én egy göndörítő szempillaspirállal csinálok. A szemmel készen is vagyunk, következhet a bronzosítás. A sminkünk befejezéseképpen jöjjön a szánk, amire én ezt a lila szájfényt választottam. Nincs túl erős színe, ezért ehhez a sminkhez pont megfelel. Ez lett volna a ballagási smink, aki kérte, remélem tetszett neki, köszi, hogy megnéztetek, sziasztok! Ha a képekre kattintotok, megnézhetitek részletesebben a videóban használt ecseteket, egy videót a szobámról és az új blogomat.